ott tart a technológia, hogy szinte szubmilliméteres, tehát milliméternél finomabb felbontású és részletgazdagságú képeket tudunk készíteni MRI segítségével. Nem ionizáló sugárral működik, egy egészen más eljárással, és a tudomány mai állása szerint káros hatása nincs. Sir Radda György dolgozta ki az MRI elméleti alapjait, és ahogy lenni szokott, nem sokan hittek a gyakorlati megvalósításban. Egy végzős diákommal nagyon sok mágneses rezonanciás vizsgálatot végeztünk izolált anyagokon, és felmerült az élőszövet vizsgálatának ötlete. A kollégáim nem akarták megengedni, hogy egy izomdarabot a gépeikbe tegyünk, attól félve, hogy így tönkretesszük azokat. Nem hittek az ötlet sikerében. A világ egyik legjelentősebb tudománypolitikusának tartott feltaláló Győrben született, majd 1956-ban elhagyta az országot, de szülőhazájától sosem fordult el. Először a rendszerváltás után látogattam Magyarországra az Angol Királyi Tudományos Akadémia csapatával, és felállítottunk egy együttműködési programot. Nincs túl sok rokonom itt, csak tudományos ügyek miatt jövök haza. A Semmelweis Egyetemre járok azóta tanítani, kurzusaim vannak és tanácsokat is adok. Örülök, hogy újra Magyarországon lehetek. Radda György professzor, magyar származású, kiváló kutató. Az MRI atyaként tituláltok itt honlapunkon. Ő valójában rendkívül jelentős szerepet játszott abban, hogy az úgynevezett magmágneses rezonancia spektroszkópia elterjedjen a diagnosztikában. De mire is jó az MRI? A rendszer, amely mára szinte rutinszerűvé vált. Ez egy elengedhetetlen eszköz most már a diagnosztizálásban, az egészségügyben. Verseny ez a röntgennel. Persze a röntgen már régebb óta jelen van, de ionizált sugárzásnak teszi ki a beteget. Viszont az MRI alatt a beteg nincs kitéve ennek. A vizsgálat úgy zajlik, hogy a beteg egy csőbe kerül, ebben a csőben egy homogén mágneses tér van, közben jelet ad le, ezt a jelet tudjuk mérni. Minden szövetnek más a jele, így a szövetek között létrejön egy ilyen differencia, és ezt a képen jól látjuk, jó kontraszttal meg tudjuk jeleníteni. A képek mindenféle organikus elváltozást láthatóvá tesznek. Ilyen lehet egy daganat, ilyen lehet egy vérzés. Minden beteg kezébe adunk egy pánikgombot, ezzel tudja jelezni, hogy ha bármilyen kellemetlenség éri vizsgálat közben. Ez a hang a készüléknek az egyik sajnálatos, illetve a vizsgálatnak az egyik sajnálatos mellékhatása, ez a nagy hang, amit a betegnek el kell viselni. Az MRI az egészségre nem káros sugárzást bocsát a szervezetre. Ugyanez a CT technológiáról nem mondható el. Az MRI-t úgynevezett nem invazív, tehát nem károsító beavatkozásnak nevezzük, szemben a CT-vel, amely bármennyire is szép és nagyon nagy felbontású képeket ad nekünk, mégiscsak egyfajta károsítást tud előidézni az emberi szervezetben. NanoSpect CT berendezés, ez a neve arra utal, hogy a nano az ugye törpét jelent szó szerint, amely a parányi világba kalauzol bennünket. A NanoSpect CT-vel jelenleg csak egereken kísérleteznek. Az állatokra nagyon vigyáznak, céljuk, hogy a mérés után sérülés nélkül kerüljenek vissza a helyükre. Először elaltatjuk, utána megkapják azt a nyomjelző anyagot, amit tulajdonképpen az eszköz segítségével vizsgálni fogunk. Tehát ha a mérés úgy zajlik, akkor betolódott az állat, elkezd forogni a gantry, és veszi tulajdonképpen egy fényképezőgép egymás után mind a CT, mind a SPECT adatokat. Forog most visszafele a gantry, látni fogjuk majd, hogy beáll az alappozícióba, az ágyat utána pedig kihúzza, és visszakerül az állat tulajdonképpen a szekrénybe, ahol lakott. Dr. Kellermayer Miklós speciális területe a NanoSpect CT, de hit nélkül ez sem menne. Hiszünk annyira a tudásunkban, hogy az életünket rámernénk tenni. És mondok egy példát, a Csimonyi Károly volt az, aki 50-es években az első
részecskegyorsító kísérletet a Sopron Egyetemen elvégezte, és egy 1 millió voltos elektróda belsejébe beleült, hogy a méréseket elvégezze, és azért merte ezt megtenni, mert tudta, hogy az elektróda belsejében az elektromos térerő nulla. A 2009-ben alapított Semmelweis Budapest Awardot másodszor adták át. Ezt a díjat olyan nemzetközileg elismert külföldi tudós kaphatja meg, akinek teljesítménye méltó az egyetem névadójának szellemiségéhez. Melyik díjat? Hát egy szerencsés. I'm starting to speak in Hungarian. Radda úr természetesen nem felejtett el magyarul, de a tudomány nyelvét az Egyesült Államokban tanulta, így a biztonság kedvéért angolul nyilatkozik. Been fortunate enough to receive quite a number of them. But I think it's really rather... Életem során szép számban kaptam kitüntetéseket, de ez a mostani a legkülönlegesebb számomra, hiszen a Semmelweis Egyetemtől és Magyarországtól kaptam. Attól az országtól, ahol nevelkedtem és ahol születtem. Bár csak többet is tehettem volna hazámért, de amikor a pályám csúcsán voltam, a körülmények és az időzítés nem tette ezt lehetővé. De most még tudok segíteni, még aktív vagyok, és remélem folytatni tudom a munkámat, és tehetek az országért. Eddig 7 magyart ütöttek Angliában lovaggá, Stein Aurél Ázsia kutatótól Korda Sándoron át a tudomány világában nagy elismerésnek örvendő Rada Györgyig. Ilyen kitüntetéseket csak brit állampolgár kaphat, én az vagyok a 60-as évek óta. Úgy gondolom, hogy körülbelül 20 ilyen címet adományozhatnak évente. Akkor a legpraktikusabb, ha asztalt vagy szobát szeretném foglalni egy amúgy teltházas étteremben, illetve szállodámban. Máskülönben nem nagyon használom. Sir Radda György sokra tartja a magyar tudósokat, és természetesen üzent azoknak is, akik hatással lehetnek hazánk tudományos jövőjére. Azt hiszem, azt üzenném, hogy vigyázzanak a fiatalságra, tanítsák őket. Egy professzor sose higgye el, hogy ő a főnök. Adjanak esélyt, lehetőséget a következő generációnak, hogy meg tudják mutatni, mire képesek.